mert már jól kimelegedtetek. Szia, Flóri. Igen. Régóta melegítetek? Hát egy lassan fél óra. Simán bemelegítem a csuklómat, meg szépen a lábamat. Szépen fejkörzés. Nem, vannak speciális. Sima, általános. Sima, legáltalán. Voltam, amikor először lejöttem az uszodába, és ez egy elég véletlen történet volt, mert egy barátnőm elkezdett járni műugrani, és onnan jött az ötlet, lehívott engem is, és lejöttem az uszodába én is vele először, és megtetszett, és itt ragadtam. Akkor egy nehezítés, most oldalt van a kéz, nem szabad letenni. És viccesz? Ezt hogy csinálja? Most terpeszbók fenci, elvileg még ilyet is tanultatok. Oldalt, hogy tanulnunk kellett ilyet? Én tanultam. Hát iskolában. Ötödikes karamban. Iskolában, mikor volt már az? Hát ez nagyon... Az egyik legfontosabb egy műugrónál, hogy legyen szép spicce. Először is próbáljuk csak így egy kicsit áttörni a szőnyegen. Mit csinálni? Oh, de ez miért fontos? Hogy a hát levegőben szép legyen a spicce. Ja, csak a spicce. Igen. Előtte 7 évet tornáztam, tehát nekem nagyon hiányzott abban a fél évben utána a sport az életemből, amikor nem csináltam semmit. És hasonló volt a tornához, de mégis más. És egyszerűen csak tetszett. Otthon így szoktadok sétálgatni kávézás közben? Nyilván, mert otthon ennyi szőnyeg van. Térsz. Nagyon fontos a műugrónál, hogy a úgynevezett csuka az laza legyen. Csuka? Amikor így behajlunk. Azaz. Egy a versenyző. Egy előrehajlásban ezt úgy szoktuk kilazdítani, hogy így ráülünk az egy másik hátára. Én megnézem. Mentek a deszkára, mozog, és amikor úgy érzed, hogy megtaláltad, akkor lehet elugrani. A lányok mutatnak egy-két darabot belőle. A versenyen már azt is pontozzák, ahogy a deszkára lép a versenyző? Nem, a deszkánál megállnak a hengernél, picit a bokájával megmozgatja, behajlítja a térdét, és onnan, ha megvan az ütem, elugrani. Igaz. Talpas, nem egy szimpla, egyszerűen nyújtott talpas. Látunk, jön bele. A Villo mutat, Villo mutat nektek. Milyen magas a fúz ez most. Számomra a bátorság, ami időnként kell, mert nem mindig tudok olyan bátor lenni, mint amennyire kéne például egy új ugrásnál. Villatot. A legvégén oldalt volt a kezed. Ja. Ez 10 méterről már jól megcsípnél. Ez enyém milyen volt? Jó volt, egyenes volt a végén. Régebben azt mondta az edzem, hogy nagyon jó. Ez még az a magasság, ahol deszka van, ami mozog alattatok. Az egyik lesz az utolsó olyan próbatételünk, amikor még bizonytalannak érezhetitek magatok alatt a talajt. Megyek, én megyek! Erre gyere! A versenyzésen még van mit dolgozni, tehát az, hogy a versenyeken valahogy mindig más technikákat csinálok, mint amit az edzésen. Tehát ott előjönnek a régi hibák sokszor. De azért a nagyobb versenyeken, ami fontos volt, általában ott mindig sikerült megcsinálni azt, amit kellett. Meg tudod csinálni? Semmi baj nem lesen. Több. Ne legyél már kislány. Hoppá! Hát ez szuper volt. Ők érzik is, hogy az alja következik, ezért behajlítják a lábukat, és visszarúgják magukat az alja, meg látják is. Rendben. Itt fog ugrani? Egy hátra egy és fél szaltót fél csavarral. A
az olimpiát meget. Most egy pillanatra gyertek ide és nézzük meg. A Villo csinál egy mozdulatot, kiül a deszka végére, összefogja a kezét, és egyszerűen csak belegurul a vízbe, kézre, kinyújtja a lábát. Nézzétek meg, hogy ilyenre vállalkoznátok-e. Kiül, összefogja a kezét, és kinyújtja a lábát. Lassan föl, nem? Csak lassan fölnyújtva. Csinál egyet a Flora is. Ez jó, mert leül az ember, már közelebb van a víz. Igen. Például igen. Hát akkor megcsináljuk? Ez vállalható. Ami fontos, hogy a végén kinyújtsátok a térdeteket, és nyújtva is maradjáig. Én életemben először azért ugrottam le, mert féltem visszamenni, és akkor már inkább leugrottam. Fáj! Másokra ezt csinál. Hát, hogy teljesen más csináltam, mint amit kellett. Nekem gyomor idegen van, így liftezik a gyomor. Leugtatom nyilván mi is féltünk, de még az 5 méter, sőt meg a 3 méteren is. Tényleg? Persze. És most már ilyen nincs el? Most már nincs, de a 3 métert meg az 5 métert már megszoktuk. 10 méterrel, hogyha sokáig nem megyek fel. Már leidőt, mert annyira rossz nézni, hogy... Mi jár olyankor a fejetekben? Hát, hogy le kell ugranak. Hogy elő is fog kirézni az ügyves, vagy mégis? Igen, igen. Hát van egy ilyen gyakorlatsor a talajon, amivel így megmozgatjuk azokat az izmokat, amiket a levegőben is. Akkor ezt így végigcsináljuk, ezt ugye végig gondoljuk fejbe, és csak utána csináljuk. Valamit tanácsoltok nekünk, mielőtt leugrunk? Ne nézzük le. Ne nézzetek le. Tényleg? Tehát le. Oda előre kell nézni a medence. Ez nagyon messze van. Nem verhetem be a fejemet? Nem. 5 méter az nézd semmi. Nézd meg, mások gyerekek. Sokkal mélyebbnek néz ki. Nagyon mélyebb. De hogyha így rendeltem, akkor sokkal közelebb meg tudok. Tényleg, tényleg. Nem. Úgyhogy csak ott van. Yes! Nem nézek le! Ez az!